A monostori erőd ad otthont a péntekig tartó 9. országos szakmai tűzoltó vetélkedőnek. Augusztus 28-án az ünnepélyes megnyitón az erőd új kikötői fogadóterében a döntőbe jutott állomány sorfallal köszöntötte Bérci László tűzoltó dandártábornokot, az országos tűzoltósági főfelügyelőt, de jelen voltak Comba Péter megyei katasztrófavédelmi igazgató, Cunyiné dr. Bertalan Judit kormány megbízott és dr. Molnár Attila polgármester is. Bárki, aki megméretteti magát, bárki, aki elér egy versenyig, ahol már valóban a legkiválóbbak versenyezhetnek, azt gondolom, hogy már túl sokat tett, nagyon sokat tett, de a saját önbecsülése, a saját ereje, a saját hivatásának a pallírozása érdekében ezek a versenyek sok lelki erőt és kitartást tudnak önöknek adni, és azt gondolom, hogy kellenek azok a napok is, amikor a verseny is éles szituáció, de nem a Dunaparton, vagy nem egy baleseti katasztrófa melletti mentésben, vagy egy lakossági probléma megoldásában segítkeznek. Kellenek az ilyen alkalmak arra, hogy az a közösség, ami egyébként valóban erős, valóban összetartó, és valóban az egyik legelismertebb, hanem a legismertebb hivatás ma Magyarországon, az érezze és tapasztalja az egymás közti barátságot és az egymás közti bajtársiasságot is. A versenyt két évente szervezik, a szakmai vetélkedő hagyományáról a dandártábornok beszélt. A döntőbe csak azok juthattak, akik a legjobb első-második helyen végeztek. Ez azt jelenti, hogy 4 területi döntőnk volt, hivatásos csapatból összesen 8 jutott ide. Azt tudnunk kell, hogy ma Magyarországon összesen 106 hivatásos tűzoltóparancsnokság van. A 20 megyéből, ha fővárost is megyénként szeretném említeni, akkor innen lehetett bejutni saját selejtezőkön, és aztán a saját csapatok kerültek ide be. Egy-egy csapat az 6 fős, és ugyanígy, hiszen nem csak hivatásosokból áll a Magyarország mentőtűzvédelme, hanem önkéntesekből is. Így itt van az önkormányi tűzoltóságok csapata is, ők összesen 61-en vannak az országból, így hogy területi döntőkből, akik bejutottak, szintén 8 csapattal vannak itt. Valamennyien sokrétű feladatsor teljesítésével bizonyíthatták, hogy szakmájukban ők a legjobbak. A hivatásos tűzoltók csapatban, illetve egyéni versenyszámokban irányítói, beosztott és gépjárművezetői kategóriában versenyeztek. Az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok csapatversenyben, valamint gépjárművezetőik egyéni kategóriában is megmérkőztek. Mindannyian elméletben és gyakorlati pályán is számot adtak hivatásuknak szentelt tudásukról. Életszerű szituációknak megfelelő versenyeket készítünk. Itt elő, és ezt meg kell oldaniuk, olyanokkal, amelyek nap mint nap találkozhatnak kollégák egy-egy riasztásnál. Így, hogy a csapatversenyben van egy összetett műszaki mentési feladat, és van egy tűzoltási feladat is, amelyben egy életmentés is meg kell oldani a kollégáknak. Műszaki mentésnél hogy emeljem ki azt, hogy egy fának ütközött autóban egy beszorult sérültünk van. Nagyon fontos, hogy mit kell tennünk. Egyrészt meg kell akadályoznunk, hogy ez a kocsi lángba boruljon, fölrobbanjon, másrészt a bent lévő szemét ki kell mentenünk. De azt lehet, hogy éppen gerinc sérült, úgyhogy ahhoz csak úgy nyúlhatunk, hogy mintha orvosként kellene nekünk ott megtennünk. Ilyen képzéseket a kollégáim kapnak, vannak olyan gerinc hordágyaink, amelyekkel ezt meg tudják oldani, úgyhogy ennek megfelelően pontozzuk minden egyes mozdulatot természetesen. A szimulált káresetekhez kiváló terepet találtak a monostori erőd falai közt. Tavaly előtt Baján volt ez az országos hatókörű szakmai verseny. A vetélkedőben nem alkalmaztak speciális szereket. A gépjármű fecskendőt hoztunk, ami alapvetően alapfeladatokat el tud látni, az azt jelenti, hogy tüzet lehet vele oldani, és műszaki mentéshez alkalmas felszerelések is vannak. Itt feszítővágó, gyorsdaraboló, éppen farönkből kell egy szeretet levágniuk, hiszen a viharkároknál, a fakidőléseknél sok beavatkozást kell végrehajtaniuk, ilyen feladatokat kell ellátniuk. Az ország legjobb tűzoltó csapata és legrátermettebb tűzoltója a büszkeség mellé trófeákat is bezsebelhet. Az elismerés részét képezi a Vándorkupa, melyet a győztesek 2 évig őrizhetnek. És hát abban reménykedem, hogy egy nemzetközi versenyen is meg tudnak mérettődni, és annak a lehetőségét is megpróbáljuk biztosítani. Előző években ez sikerült, idén még nincs konkrét helyszínünk, de ezen dolgozunk, hogy ott is képviselhessék Magyarországot a legjobb csapat. Megyénkből a hivatásos egység nem jutott be ebbe a döntőbe, de az oroszlányi önkormányzati tűzoltóság Raja saját kategóriájában bizonyítási lehetőséget nyert az elődöntőben. Tudtuk meg Comba Péter megyei katasztrófavédelmi igazgatótól. Tulajdonképpen ők majdnem olyan körülmények között dolgoznak, mint a hivatásosok. Felszereléseik ugyanazok, és én azt gondolom, hogy a mostani parancsnok mindent megtesz azért, hogy az állomány felkészítése a lehető legjobb legyen. Azt gondolom, hogy akár a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, akár pedig a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mindent megtett annak érdekében, hogy itt a mai nap kezdődően, hónap után egy olyan színvonalas verseny kerüljön lebonyolításra, amelynek ha vége lesz, akkor aki megnyeri, akár egyéniben, akár csapatban elmondhassa, hogy ez jó mulatság férfi munka volt.